mit gondol a magyar társadalom a korrupcióról? Erre kereste a választ a Transparency International felmérése, amiből kiderült, hogy, és ezt majd Martin József Péter mondja el, aki a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Mi derült ki? No, hát mennyire érezzük komoly problémának ezt a korrupciót, vagy megpróbáltunk, vagy megtanultunk együtt élni vele? Hát a felmérés azt mutatja, hogy nagyon régóta komoly problémának érezzük a korrupciót. Megjegyzem egyébként, nem csak ez a felmérés, hanem több más kutatás is ezt támasztja alá. Sőt, azt is lehet mondani, hogy a magyarok érzékelése szerint egyre rosszabb a helyzet. Tehát most is 40% mondta azt, hogy csak az elmúlt egy évben rosszabb lett a korrupciós helyzet, és hogyha ezt hozzáadjuk azt a 30%-ot, akik viszont azt mondták, hogy változatlan, akkor azért azt lehet mondani, hogy a társadalomnak több mint a kétharmada szerint vagy ugyanolyan, vagy rosszabb korrupciós a helyzet alakult ki Magyarországon csak az elmúlt egy évben. Uh-huh. Érdekes az az adatsor, hogy ugye Európában hogy érzik ezt a dolgot, mert hogy az EU 27 tagállamára terjedt ki ez a kutatás. Van olyan állam, mert mindig szeretjük azt mondani, hogy nálunk aztán akkora korrupció, mint sehol máshol. Van, ahol nálunk is rosszabb a helyzet? Igen, tehát ugye hangsúlyoznám, hogy ez a felmérés ugye a lakossági érzékeléseket, percepciókat méri, tehát nem a, hogy is mondjam, nem a korrupció valós állapotát, azt más eszközökkel tudjuk mérni. Ez kifejezetten azt mondja, hogy a lakosság mit érzékel ebből. Amire célzol, ez az a kérdés, ami arra vonatkozik, hogy a kormányzati korrupciót mennyire tartja a lakosság súlyos problémának. Ott a magyar mutató 69%. Tehát a magyaroknak több mint kétharmada, 69%-a a kormányzati korrupciót súlyos problémának gondolja. Ez nagyon-nagyon magas arány. Viszont, ahogy a kérdésben megfogalmaztad, vannak olyan országok, ahol még sokkal magasabb ez az arány. Például Horvátországban vagy Bulgáriában 90-92%-a az embereknek gondolja azt, hogy a kormányzati korrupció nagy probléma. Igaz, ott a másik véglet is, mondjuk Dániában csak 12% gondolja ez, és Finnországban is 20% alatti ez a tarás. No, akkor, ha már ebbe beleszaladtam, ennyire, akkor tartsunk egy korrupciós gyors talpalót. Ugye korrupcióról beszélünk általában, és lám-lám beleszaladtam abba a helyzetbe, hogy azt gondolnám, hogy a korrupció az államhoz kötődik. De van magán jellegű korrupció is akkor ezek szerint? Igen, és erre is rákérdeztünk ebben a felmérésben. Ugye a korrupciónak két alapvető formája van. Az egyik az állami korrupció, vagy nagy korrupció, nevezhetjük tervezett korrupciónak is. Amikor a kormányzati korrupcióról beszélünk, akkor nyilvánvalóan erről van szó. És a másik pedig az úgynevezett kis korrupció, az utcai korrupció. Ez például a hálapénzfizetés, rendőrök lefizetése, nem tudom, önkormányzati ügyintézés kapcsán jelentkező korrupciós esetek. Tehát ez az úgynevezett utcai korrupció. A kettő közötti alapvető különbség az állampolgár szempontjából az, hogy míg az előbbiben, tehát a nagy korrupcióban, a szervezett korrupcióban csak megfigyelőként van jelen, tehát azt általában az elit követi el, a politikai és vagy a gazdasági elit. A másodikban, tehát az utcai korrupciós eseteket viszont maguk az állampolgárok követik el. És ezt is megnéztük egyébként, hogy hogyan áll Magyarország az utcai korrupciós esetek tekintetében, és azt találtuk, hogy Magyarország egyébként elég rosszul áll ebben is. Sőt, ha európai összehasonlításban nézem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt rosszabbak a magyar mutatók, mint amikor a nagy korrupciós esetek percepcióját rangsoroltuk. Tehát mire gondolok? Tehát a vesztegetési, úgynevezett vesztegetési ráta, tehát amiben benne van minden, a hálapénztől kezdve a rendőrök lefizetéséig, sőt, akár mit tudom én, iskolákban, tanároknak fizetett kenőpénzekig,
Ott Magyarország a negyedik helyen áll az Európai Uniós országok között, Bulgária, Románia és Litvánia után. És ami talán még árulkodóbb az az, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sokan gondolják azt, hogy a személyes kapcsolat az felülírja a teljesítményt. Pontosabban a személyes kapcsolaton keresztül lehet dolgokat elintézni, megkerülve a formális csatornákat. Igen, mert a formális csatornák azok annyira lassúak, legtöbbször nem működnek, baromi sokat kell várni, nem tudja az ember elintézni a dolgait. Tehát én ezt értem, ezt a fajta állampolgári attitűdöt, azért, mert ugye egyszerűen lehetetlen normálisan ügyet intézni, vagy bármit csinálni, hogyha az ember kivárná a hivatalos csatornát. Így van, tehát ugye ebben a rangsorban a nem túl előkelő harmadik, negyedik helyen áll Magyarország, mármint hogy azok között, akik azt gondolják, hogy Magyarországon a formális csatornákat meg kell kerülni ahhoz, és személyes kapcsolatokon keresztül kell ügyeket intézni, hogy a dolgok tényleg el legyenek intézve. Csehország vezeti egyébként ezt a rangsort, és Magyarország mondom a harmadik, negyedik helyen áll. Tehát ezek az adatok európai összehasonlításban is azt mutatják, hogy Magyarországon azért a kiskorrupció nem tűnt el. De még egy fontos dolgot megjegyeznék itt, hogy amikor a kiskorrupcióról vagy utcai korrupcióról beszélünk, akkor a magyar kontextusban azért elsődlegesen a hálapénz fizetésről beszélünk. Uh-huh. Tehát a 18%-a mondta a magyaroknak, úgyis lehet fogalmazni, hogy vallotta be a magyaroknak, hogy fizetett hálapénzt a kutatás megelőző egy évben. Ugye a kutatás tavaly ősszel, október-novemberben készült, tehát 2019 ősszel és 2020 ősszel között 18%-a vallotta be a magyaroknak, hogy hálapénzt fizetett. Ez megint egy rendkívül magas arány európai összehasonlításban. Hozzáteszem, hogy hosszú évek óta nagyjából ugyanezt az arányt mérjük. Az is egyértelmű, hogy itt látszik némi, hogy itt van, szinte biztos, hogy van némi látencia, tehát, hogy nyilván többen fizettek. Csak kevesebben, igen, kevesebben ismerték be. Jóska, régóta beszélgetünk ezekről a dolgokról, és nekem az fogalmazódott meg a fejemben, hogy mindig rámutat arra, hogy milyen strukturális problémák vannak egy társadalmi ellátórendszerben, legalábbis Magyarországon. Tehát azt a részét a korrupciónak, amikor hálapénzt fizet, amikor megkerüli a hivatalos utat, amikor valahogy megpróbálja elintézni a saját ügyét, ez arra mutat rá, hogy alapvetően nem működnek a normális csatornák, nem működik rendesen az egészségügy. Igen, most kicsit szakadott a vonal, az utolsó pár szót azt nem igazán értettem. Tehát, hogy nem működnek a rendes csatornák, nem működik az egészségügy, erre mutat rá ez a jellegű társadalmi korrupció, ami van. Igen, tehát teljesen egyértelmű az, hogy szerkezeti problémák vannak a korrupció mögött. Ezt mondjuk valóban az egészségügyi rendszerre feltétlenül igaz. Ugye a korrupció vagy a hálapénzfizetés az nagyon be van ágyazva az egészségügyi rendszerbe, tehát nyilván azért hozzá kell tenni azt, hogy idén január 1-től egy új törvény lépett hatályba, és ez az új törvény megpróbálja felszámolni a hálapénzt. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy jó lépés egyébként, egy előremutató lépés az, hogy kriminalizálják a hálapénzfizetést, de azt is gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül fogja egyik pillanatra a másikra felszámolni, mert olyan mélyen megrögzöttek ezek a reflexek, hogy egyik pillanatra a másikra, vagy akár egyik hónapról, vagy egyik évről a másikra nem lehet ezt felszámolni. Tehát valamiféle társadalmi szemléletváltásra is szükség lenne. Ami az állami korrupciót illeti, ott azért egy más helyzet van, tehát hogy az állami korrupciót az alapvetően az állam végzi, ezért hívjuk állami korrupciónak. Ott még egyszer hangsúlyozom, nagyon-nagyon magas ez a 69%, tehát 69% mondja. Ez növekedett az elmúlt években? Növekedett valamelyest, de azért az is látszik, hogy itt nagyon erős a centrum-periféria megosztottság az Európai Uniós országok között. Tehát tulajdonképpen szinte az összes perifériális országban nagyon magas ez a mutató, és nem csak keleten egyébként, hanem a dél-európai országokban is. Tehát meglepően magas ez a mutató, egyébként a magyarénál még magasabb érdekes módon, Spanyolországban és Portugáliában is.
Tehát ez azt jelenti, ugye ez miről ad számot? Arról ad számot, hogy van egy nagyon nagy fokú bizalmatlanság a politikai elit iránt, és általában véve a politikusok iránt. Van egy ilyen kérdés is egyébként. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mely társadalmi csoportokat tartják korruptnak a megkérdezettek, ezt is kutattátok, és itt is elég meglepő eredmények jöttek. Egyértelműen a politikusokat, tehát ez nem is nagyon kérdés, egyértelműen a politikusokat, több mint a harmada mondja azt a magyaroknak lényegében, hogy az összes politikus korrupt, és az üzleti elit iránt sem túl nagy a bizalom, de ott valamivel jobb azért a helyzet, ott a magyaroknak nagyjából negyede mondja azt, hogy ők korruptak. Engem nagyon meglepett az, hogy viszont a rendőrökről egészen javuló a kép az elmúlt időszakban. Ugye ez is egy ilyen kiemelt korrupciós terület volt, amikor biztos úr nem lehetne valahogy ezt elintézni, és akkor el lehetett intézni. Úgy tűnik, hogy ez visszaszorulóban van, és a rendőröket már megvesztegethetetlennek tartják lassacskán. Ez így van. Ugye amire céloztál, az egy mondjuk 10-15 évvel ezelőtti állapot, akkor valóban a rendőrök fizetése az, hát majdnem, hogy azt mondom, hogy mindennapos cselekmény volt. Ma azért nem erről van már szó. Hosszú évek óta egyébként nem ez az első felmérés, amikor azt mérjük, hogy a rendőröknek fizetett kenőpénz, magyarul a rendőrök lefizetése, az visszaszorult, és ebben a felmérésben is csak pár százalékot, 2-3 százalékot tesz ki azoknak az aránya, akik ilyen cselekedetről adtak számot. Ami egyébként érdekes, és szerintem erre is céloztál kérdésben, hogy a rendőrségbe vetett bizalom az meglepően magas egyébként, ahhoz képest, hogy mondjuk a kormányba vetett bizalom, az pedig eléggé alacsony. Tehát vannak ilyen ellentmondások, vannak olyan adatok, amik azért meglepőek voltak, nekem például ez egy meglepő adat volt, hogy vannak bizonyos intézmények, miközben a kormány egészen iránt a magyarok fele nem táplál semmiféle bizalmat, ami ugye mutatja a megosztottságot, aközben a rendőrség iránti bizalom az viszonylag magas. Egy másik meglepő adat az, hogy a magyaroknak csak nem fele azt gondolja, hogy a kormány átláthatóan kezelte a koronavírus válságot. Ha megnézzük mondjuk az eszközbeszerzéseket, vagy pedig a turisztikai támogatások elosztását, akkor ezt azért nehéz értelmezni, de inkább... Hát ők a megengedők, ők a társadalomnak a megengedő fele. Akik azt... Hát egyfelől igen, másfelől pedig ezek az adatok arra mutatnak rá, és talán még erre vesztegessünk egy pár szót, hogy nagyon erős a magyar társadalom megosztottsága, ez persze nem újdonság, de hogy a korrupció megítélését illetően is nagyon erős a társadalom megosztottsága. Tehát nagyon sok az ilyen 50-50 százalékos, vagy 48-52 százalékos arány, és mi egy korábbi felmérésünkben, egy saját kutatásunkban még tavaly azt vizsgáltuk, hogy ez a megosztottság mire vezethető vissza, és egyértelműen azt találtuk, hogy ideológiai, illetve pártpolitikai különbségekre vezethető vissza ez a megosztottság. Magyarán szólva, akik a kormány úgy egyébként támogatják, hát azok azt gondolják, hogy nincs igazán korrupció, vagy legalábbis nem tartják akkora veszélynek a kormányzati korrupciót, akik viszont ellenzékiek, azok nagyon veszélynek tartják. És ez miért nagyon fontos, és miért nagyon veszélyes? Azért, mert egyfajta ördögi köre alakul ki a bizalmatlanságnak, a megosztottságnak, az apátiának és a korrupciónak, hogy miért? Ugye, hogyha bizalmatlanok az emberek az intézmények iránt, ráadásul azt gondolják, hogy mindig a másik oldal a korrupt, és a saját oldal korrupcióját felmentik, akkor ez belegágya a korrupcióval kapcsolatos apátiának. Mert innentől kezdve, hogy csak ugye mindig a másik a hibás, és mind a két oldal fölmenti a saját oldalán lévő korrupt vezetőket, igen. Az üzletembereket, akkor gyakorlatilag az történik, hogy egy össztársadalmi
felmentés történik, vagy legalábbis hát apatikusak lesznek az emberek. De most, ha apatikusak az emberek, akkor az meg, megint meglejágya magának a korrupciónak. Tehát ebben az ördögi körben vagyunk most már jó ideje, és ez, ez is eléggé kirajzolódik a felmérésből, hogy a, hogy a megosztottság az, az, az egy nagyon, nagyon komoly probléma, és hát ugye ebből az ördögi körből kellene valahogy kiszabadulni, igen. Hát, oké, ez szerintem utolsó szónak jó lesz az, amit a kedves hallgató is megírt, és szerintem ide ígérkezik a híres Hofi idézet, korrupció az, amiből kihagynak. Ez ugye ez az agyon idézett mondás, ezt már én magam is rengetegszer idéztem, most már ideje nem idézem, mert már annyit idéztem, hogy hogy magam is meguntam. Egyébként, ha már az idézeteknél tartunk, akkor H. Jánosnak egy nemrég megjelent könyvében, a cégvezetőben is sok szó esik a korrupcióról, és pontosan egyébként ezt a megosztottságot, ezt mármint azt a típusú megosztottságot, hogy mindig a másik a hibás, mindig az ellenkező oldal korrupcióját állítjuk pellengére, ezt ő is hosszasan taglalja, persze a regény hősén keresztül a könyvben. Úgyhogy, de valóban, hát a híres Hofi idézet is idevág, ez egyébként elég jól mutatja a magyarok hozzáállását a problémákhoz. Hát ez van. Azt gondolom, hogy a kitörés ebből, talán még ez érdekes lehet, a kitörés ebből én azt gondolom, hogy hát az elit szintjén is meg kell, hogy valósuljon, de a társadalom szintjén is meg kell, hogy valósuljon. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen mind a két oldalról meg kell történnie annak a felismerésnek, hogy hosszú távon azért összesen, szinten akkor járunk jobban, hogyha a korrupciót visszaszorítjuk, és valamilyen módon átláthatóbb viszonyok lesznek, mondjuk például az állami elosztás az normatívabb alapon történik. Nem pedig. Hát igen, Jóska, de alapon. Hosszú távon meghalunk, sajnos ez hát ugye ez is igaz, ez tőzsdében is, igaz, is így van. Tehát legyünk realisták, de azért ez kétségtelenül így van, de mégis azt gondolom, hogy vannak olyan országok, Észtországtól Szingapúrig, ahol azért viszonylag rövid távon sikerült visszaszorítani a korrupciót, és ez nem egy önmagáért való cél, azt gondolom. Tehát a magyarok azt gondolják sokszor, hogy ez egy önmagáért való cél, olyan kicsit olyan, mint a jogállam, hogy dolog, beszélünk róla, de minek. Ugye? Tehát az a lényeg, hogy mennyi a fizetés. De a dolog összefügg, a két dolog összefügg egymással, tehát nem véletlen az, hogy Észtország az utóbbi időben nagyon jó gazdasági teljesítményt tudott bemutatni. Hát mert ez is benne van. Nem állítom, hogy csak ez, azt sem állítom, hogy csak ez, de ez is benne van abban, tehát a korrupció visszaszorítása, az átlátható viszonyok, a haveri pénzosztás visszaszorítása is benne van abban, hogy mondjuk például Észtország sikeressé tudott válni. Tehát én azt gondolom, hogy, és valóban van itt egy rövid táv, hosszú táv feszültség, azt gondolom, hogy rövid távon sokan úgy érzik egyébként, és sokan okkal érzik úgy, hogy megéri nekik, vagy nekünk, ugye, össztársadalmi szinten a korrupció, de hosszú távon azt gondolom, hogy ez visszaüt. Tehát hosszú távon azért mégiscsak azt mutatja a teoretikus és az empirikus szakirodalom is, hogy azok az országok tudnak sikeressé válni, ahol az állami intézmények azok átláthatóan, és hogy egy divatos szót mondjak, már nyugaton divatos szót, befogadóan működnek, ami azt jelenti, ugye, hogy a közérdeket próbálják előmozdítani, nem pedig a magánérdekeket. Tehát empirikusan az látszik, hogy hosszú távon ez működik. Jelzem egyébként mikroszinten is. Ez látszik empirikusan, tehát azok a vállalatok, ahol vannak belső megfelelési rendszerek, ahol az integritás alapján működik a vállalat, azok előbb vagy utóbb nagyobb profitrátával rendelkeznek. Tehát az integritásnak, az etikának, a becsületességnek, nagyon egyszerűen mondjuk, a korrupciómentességnek van egy értékteremtő ereje, mind mikroszinten, mind pedig makroszinten. Igaz, ez sokszor hosszabb távon mutatkozik csak meg.
Hát a proféta szóljon belőled, reméljük, hogy ezt mindenki elgondolkodik ezeken. Köszönjük szépen az információkat, további jó munkát nektek! Köszönöm szépen, minden jót kívánok, sziasztok! Martin József Péterrel beszélgettünk, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával korrupciós jelentésről. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! Műsorunkban termék